Üdvözlök mindenkit! Kálbok Attila vagyok, a Captain Traktor Magyarországtól. Jelen pillanatban 2 darab traktort szeretnék bemutatni, illetve már ismerhető lehet ez a piacon, ez a márka, mert elég sok dolgozik itt Magyarországon is ezekből a traktorokból, de most mégis néhány újításról szeretnék beszélni, illetve a traktoroknak a néhány előnyét szeretném itt előtérbe helyezni. Először is mindenképpen előnyként tekintek arra, hogy a traktor nagyon kis kompakt, 1 méteres szélességtől indul, itt többféle gumiméret, illetve kerékmérettel variálhatóak a traktorok. Jól látszik itt mindjárt 2 belőle, ugye ez a legkeskenyebb agróváltozat, illetve van itt egy ilyen úgynevezett Garden Pro gyepkimélősebb verziója, de a széles ipari gumitól a széles agrókerékig bármivel rendelhetőek ezek a traktorok. Mindegyik traktor szervokormányos. Általában szín variációs lehetőség is van, most jelen pillanatban a piros és a fekete elérhető, de előző szállítmányinkban azt már láthatta, aki követ minket, illetve esetleg a kiállításon volt az Agromos Expo-n, hogy elérhetőek a fekete modellek is, illetve volt egy nagyon szép zöld modell, az most egyenlőre nem érhető, és még volt egy csodaszép rózsaszín is, az is elkelt. Most jelen pillanatban a piros és a fekete lesz elérhető, nem sokára jön az új szállítmány, abba lesz egy új modell is, amit így előrevetítek, ugyanígy fog kinézni, mint ezek a traktorok, csak annyi különbséggel, hogy egy kicsivel kisebb lóerővel fog rendelkezni, ez természetesen az árában is fog jelentkezni. Akkor itt rátérnék a másik traktorra, bár 2 egyformának tűnik ez a 2 darab traktor, mégis nagyba különbözik, elsősorban a kerekétől. Kerekekben lehet jelen pillanatban megkülönböztetni, de ami itt a egyik legnagyobb különbség ennek a traktornak, hogy ez egy hidrosztatikus verzió, illetve modell, ami idéntől érhető el a Captain Traktornak a kínálatába, illetve vásárolható meg a telephelyünkön. Ez egy teljesen hidrosztatikus modell, ami funkcionalitásának köszönhetően, bocsánat, elég nehéz szó ez nekem, köszönhetően elég jó használható kisebb mezőgazdasági munkákra, illetve nagyobb kommunális munkákra, istáló munkákra, bármire, kertészetekben, egyéb ilyen helyeken. Ugye kapott először is a traktor egy nagyon-nagyon kényelmes ülést, ez a hidrosztatikus verziónál érhető el, ami többféle verzióban, többféleképpen állítható az ülése, azon belül még a kilót is be tudjuk állítani, tehát ez egy rugózott ülés. Hidrosztatikus mi voltál tekintve, redukálható a váltója, tehát a pedál nyomása előre-hátra mellett a sebességet, csúcssebességet, illetve az erőt, azt lebírjuk szabályozni ezzel a váltóval. Akkor van 3 féle kardánkihajtásunk, ugye van a szabvány 540-es, illetve itt van, tehát a szabvány 540-es hátul, akkor van egy állása, amin középen kapott még egy alsó kihajtást is a traktor. Ez ugye arra jó, hogy van hozzá gyári fűnyíró adaptel, ezt a has alá fel tudjuk szerelni, úgyhogy azt is meg tudjuk vele hajtatni, és természetesen van egy állása, amikor csak is és kizárólag a középső hajtást tudjuk használni, ugye ez a fűnyírásnál lesz jó. Természetesen a traktor 4 kerékhajtású, kapcsolható 4 kerékhajtással rendelkezik. A hidrosztatikus hajtás mellé tempomat is tartozik, tehát hogyha beállítunk egy adott sebességet, munkatempót, ezt egy egyszerű mozdulattal rögzíteni is tudjuk. Tehát nem kell folyamatosan nyomnunk a pedálokat, a traktor ugyanabban a sebességben fog tovább haladni. Van 1 darab kihelyezett hidraulika körünk, ez pótkocsi billentésre vagy egyéb más hidraulikát igénylő eszköznek a működtetésére tökéletesen alkalmas. Villogó berendezés, bukókeret, minden, ami az európai szabványoknak megfelelően kötelező és
és ajánlott, ez a traktoron rajta van. Ezáltal a traktor minden további nélkül vizsgáztatható, így is adjuk át a traktorokat, hogy levizsgáztatjuk a traktort. A kedves ügyfélnek csak a rendszámot kell intézni az okmányirodába, és ki lehet hajtani vele a közútra is. 25 km per órát tudnak a közúton. Úgyhogy abszolút egy kompakt kis traktorról van szó. Természetesen mindegyik traktorra, amit itt forgalmazunk, a Captain Traktor kínálatában homlokrakodó is tehető, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon széles körbe teszi lehetővé a traktornak a mindenféle felhasználását. Ami még egy apró, de nagyon praktikus újítás ezen a modellen is, ugye ez a modell volt az előd modell, amit most már 2 éve ugye ebbe a formában értékesítünk ezt a traktort, hogy például egy áramtalanító kapcsolót az volt a traktoron, viszont mindig fel kellett nyitni a motorháztetőt, ezt most így praktikusan ide rakták a lábunkhoz, úgyhogy ezzel se kell bajlódni, hogy felnyissuk a motorháztetőt. Mindegyik traktorban a jól bevált 3 hengeres Mitsubishi dízelmotor van. Azt gondolom, hogy ehhez sok mindent hozzáfűzni nem kell. Többféle traktortípusban meg lehet ezt találni. Ugye ez felel meg az Európai Uniónak az emissziós normáinak. A motorokkal úgy gondolom, hogy semmi kérdőjel nem jöhet szóban, teszik a dolgukat. Ugye ezt az imént már említettem, hogy mindegyik traktor szervó kormányos, de arról nem beszéltünk, hogy a szervónak a működtetéséről egy külön szivattyú gondoskodik. Tehát ez annyit jelent, hogy a hidraulika rendszernek a szivattyúja tényleg arra tud koncentrálni, ami a feladata, nem kell elosztani ezt, hogy még a szervónak is adjon, ezáltal nagyobb lesz a teljesítménye. Ezt most fejből mondom, úgy tudom, 28 liter per perc ennél a traktornál. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani ezekről a traktorokról. Ha bármi kérdés felmerülne, akkor keressenek minket Tatabányán a Cementgyári út 13-ban, a captaintraktor.hu honlapján, illetve a Captain Traktor honlapján, ez a captaintraktor.hu. Esetlegesen az agrotechnik.hu honlapon is megtalálhatnak információkat ezekre a gépekről. Mindenféle kiegészítőt, adaptert, bármit tudunk adni. Szervizelésben állunk rendelkezésre, illetve az alkatrészekben is. Köszönjük, hogy nézték ezt a videót. Szép napot kívánok mindenkinek!